Egy előre jelző lámpa irányítja a forgalmat Máté Szalkán a Medgyessy út és a Zöldfa utca kereszteződésében. Még néhány hétig szükség van a korlátozásra és a járművezetők türelmére. A munkálatok jól haladnak, már kirajzolódott az új körforgalom, és elkészültek a Zöldfa és a Seregély utca aszfaltozásával is. A beruházás a tervek szerint október közepére készül el. A jelenlegi munkálatok során most a 471-es számú főútnak a két oldali ágának az útalapkészítése és szegélyezése folyik. Amint látható, a 49-18-as számú útnak már a módosított nyomvonala elkészült, úgyhogy bízunk benne, hogy az építési munkák felgyorsulnak, és sikerül határidőre elkészíteni ezt a körforgalmi átépítést is. Ez pedig már egy másik, szintén nagy forgalmú csomópontja Máté Szalkának. A város külterületén a Kocsort felé vezető út kereszteződésénél már elkészült az új körforgalom. A Magyar Közút szakemberei márciustól dolgoztak ezen a ponton, ahol a jövőben már a gépjárművek és a kerékpárosok is biztonságosabban közlekedhetnek. Itt nem csak a körpálya épült meg, hanem új vízelvezető rendszer került kiépítésre, illetve burkolásra, mintegy 110 méter hosszan. Kihelyezésre került 1 km szalagkorlát, a régi vízelvezető rendszerek azok tisztításra kerültek, és az új burkolatot tartós burkolati jelekkel láttuk el. Ezen felül a körforgalmi csomópontban még energiatakarékos közvilágítás is került kiépítésre. Ennek a beruházásnak az összege bruttó 334 millió forint volt, melyet teljes egészében hazai forrásból tudtunk megvalósítani. Nyíregyházát sokan a körforgalmak városának hívják ma már, Máté Szalkáról ez azonban korán sem mondható el. Ez az első ilyen jellegű csomópontja a megye második legnagyobb városának. Ez számunkra egy ünnepi alkalom, hiszen az első, mindig az első a legszebb, egy első körforgalmat adunk át a mai nap. Nyilván ezt egy rendhagyó, formabontó módon tesszük meg. A kollégáim nagyon kreatív megoldást találtak ki erre, hiszen a közlekedők már birtokba is vették ezt a körforgalmat, amelynek hamarosan a hivatalos műszaki átadási folyamata is elindul, de mi megragadtuk így a fényes napok előestéjén az alkalmat arra, hogy támogatóinkkal, vállalkozóinkkal, képviselőtestület tagjaival, barátainkkal együtt ünnepelve ezt a körforgalmat úgymond hivatalosan is átadjuk a forgalom javára. A már elkészült körforgalom több mint 400 millió forintból épült meg, míg a még folyamatban lévő beruházás értéke a környező utcák újraaszfaltozásával, valamint egy új kerékpárúttal is kiegészülve megközelíti az 1 milliárd forintot.